Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völtségi Magazinját látják. Én Vince Réka vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Közösen vágtak disznót Lengyelen. Cél a hagyományőrzés. Harmadik mucsfai kolbásztöltő verseny. 14 csapat nevezett. Beszélgettünk Apalhang polgármesterével, Dávid Tímeával. Nagy sikert aratott a lengyeliek körében a falusi disznóvágás. A rendezvény évről évre fejlődik, egyre többen jelennek meg. A hagyományos disznóvágások szinte reneszánszukat élik. Nincs ez másként Lengyelen sem, ahol az idén harmadik alkalommal rendezték meg a székely és sváb tradíciókkal bíró rendezvényt. Nagyon nagy szerepet adunk mi ebbe annak is, hogy közösségfejlesztés. Tehát itt a Lengyelen ugye a sváb és a székely hagyományok vannak, de mikor így összejövünk, akkor lengyeliek vagyunk. Tehát ez is nagyon fontos, hogy nemzetiségen belül is hanem a nemzetiségek is összetartsanak. Nagyon szép a rendezvény, nagyon sokan vannak, igénylik az emberek. Otthon már egyre kevesebben vágnak disznót, most már ugye a legtöbben megoldja, hogy megveszi a húst, otthon bekeveri, de ha el tud jönni egy ilyen rendezvényre, lehet látni, hogy nagyon sokan megjelennek, egyre több a fiatal, aminek nagyon örök, nagyon sok elszármazott lengyel visszajön erre a napra Lengyelre, mert ő úgy érzi, hogy lengyeli, külföldön dolgozók úgy időzítik a szabadságukat, haza tudna jönni. Tehát én úgy érzem, hogy akik itt vannak, ezeknek ez egy nem munka, ez egy szórakozás. A polgármester szerint a lakosságnak szüksége van az efféle eseményekre, valamint jogos igényük van rá, és szerencsére élnek is az adott lehetőségekkel. Hagyományőrzésben annyit tudunk tenni, hogy ugye mivel, ahogy mondtam, Lengyelen a székely és a sváb hagyományok voltak, mivel egy disznót vágunk, így kétféleképpen nem tudtuk a feldolgozását. Két évvel ezelőtt akkor székely hagyományok szerint pörzsöltük, mert akkor egy nagyon nagy disznónk volt, akkor úgy lett földön pörzsölve, lapáttal kaparva, szétszedve. Most ezek nem olyan nagyok, most a sváb hagyományok szerint forrázás, rénfa, úgy lett szétszedve, de viszont az elkészült ételekbe nagyon próbálunk a régi hagyományok szerint. Tehát ugyanúgy a káposztába a székelyesen a töltött káposzta, ahogy a székelyek hívják galuska, és a német hagyomány, sváb hagyomány szerint pedig a gombócos kápotta, ami vágott káposztával készül. A 180 kilós állatot teljes egészében feldolgozták. Sváb és székely hagyományoknak megfelelően kétféle káposztát készítettek. Mind a két népcsoportnál nagyon-nagyon speciálisan van ez kidolgozva. A székelyek azok levélben töltött káposztát készítenek, amit ők galuskának neveznek, a sváboknál pedig inkább gombócot szoktak készíteni vágott káposztával. Igazából az anyag, hányadók, illetve a fűszerezés az nagyon-nagyon hasonló. Annyi, hogy a székelyek rendkívül sok kaprot és csombort szoktak belerakni, ezzel fűszerezik vagy ízesítik jobban. Fokhagyma, piros paprika, őrölt bors, ezek kerülnek bele, egy kis dísztelt hagyma, fokhagyma, és igazából ennyi. A többi az a titok, amit az asszonyok kezében van. Azért nem csak az aznapi állat kerül terítékre, mindig jól jön egy kis füstölt hús korábbról. A töltött káposzta alá, a galuska alá, körmöt, füstölt körmöt, csülköt és ilyen kis szalonnát is rakunk, de frisset is, tehát nem csak füstöltet, hanem ami most onnan kikerül. Úgyhogy ezt a fiúk most összevágják akkorra, és ez fog az anyába belekerülni. Az asszonyok rutinosan és pontosan formázták meg a gombócokat. Többféle módszer van, behajtjuk széleit rá, mindkét oldalon és becsavarjuk. Ez az egyik fajta. A másik, amikor kisebb a levél, akkor nem is nekem, még a mama szokta így mutatni, hogy mint a tölcsért formáznánk, és akkor a végén tudjuk a... Ez a levél, ez most pont a nem a legjobb. Az aljába a... A polgármester szeretné, ha több fiatal venne részt az ilyen és hasonló rendezvényeken, hiszen így továbbadhatják a szokásokat, és az azokhoz tartozó recepteket, legyen szó krumplis kolbászról vagy sültvérről. Nagyon fontos, hogy ezek megtörténjenek, hogy a mai fiataloknak ezeket tovább tudjuk adni, mert ilyeneket nem nagyon fog már kapni a boltba, sehol se, krumplis kolbászt, holott egy nagyon finom étel. És a fűszerezéssel viszont úgy vagyunk, hogy a régi öregek mondták, minél egyszerűbb, annál jobb. A sok munka nem ment persze a szórakozás rovására, és nem is csak maguknak készítették el a sok finomságot, hiszen a nap disznótoros vacsorával és bállal zárult, ahová a falu apraja nagyja jelentkezett. Este 17:30-tól kezdődik egy disznótoros vacsora, ahol a ma
itt dolgozók emberek munkáját úgymond fogják az emberek minősíteni, ugye a kolbász meg lesz sütve, a káposzták meg lesznek, föl lesz dolgozó, úgyhogy egy nagyon finom disznótoros vacsora lesz, mindenki kap mindenből, hogy meg tudja kóstolni, és ez 17:30 legyen 8-ig, és 8 órától a hangutalat a zenekar is, mi már harmadszorra egy hajnalig egy fergeteges bált fog adni, ahol le lehet táncolni a vacsorát, úgyhogy ez a diabetikus része lesz a dolognak, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ott is még nagyon sokan eljönnek. Azokról sem feledkeztek meg, akik bármilyen okból távol maradni kényszerültek. El szeretném mondani, hogy ugye több olyan idősebb is, meg olyan lakos van Lengyelen, akik nem tudtak megjelenni, természetesen ők feliratkozhattak, és nekik házhoz lesz szállítva egy ugyanilyen összeállításban egy vacsora. Nem csak a helyiek, de a korábban elszármazottak is visszalátogattak a településre. Néhány külföldön dolgozó is úgy alakította szabadságát, hogy megjelenhessen és segítkezhessen a disznó leölésében és feldolgozásában. Én most a zsírt sütöm ki, és azért bízták rá, mert nem tudták másra. Én voltam a pont ráérő, és azt mondták, pörgessem, és most pörgetem. Itt nőttem fel, talán elköltöztem Bonyhádra, Majorsra, és úgy visszatérek mindig a szülőfalumba. Szeretek ide visszajönni. Miért? Olyan emberekkel találkozok, akikkel máshol nem. Nincsenek túlhajszolva, el vannak. Lassuk, szeretem. Az állatot a vacsorára és bárra előre váltott jegyek árából vásárolták meg, a zenekart pedig a Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozta. Harmadik alkalommal rendezték meg a mucsvai kolbásztöltő versenyt. Az egésznapos programot az esti bál koronázta meg. 13 mucsvai és egy önkormányzati támogatói csapat mérte össze kolbásztöltő tudását. A mucsvának itt van a 70-80%-a, és az környékbeli településekből is elég sok ember eljött, vannak meghívott vendégeink, úgyhogy elég sok embert megmozgató rendezvényen vagyunk. A Mucsfáért Egyesület 2017-ben alakult alig 15 taggal, már ez a szám már eléri az 55 főt. Az Egyesület szervezi ezt az egész programot, ilyen évente 6-7 rendezvényt tartunk, a kolbásztöltővel kezdjük, aztán szokott lenni teljesítménytúra, szokott lenni szalonnasütés, filmvetítés, szokott lenni civil piknik, évzárót szoktunk tartani, ahova visszahívjuk a támogatóinkat, akik egész évben támogatnak minket. Úgyhogy szerintem egy elég összefogó társaság vagyunk, és csak körbe kell nézni, úgyhogy hogy hány embert mozgattunk meg ebbe a faluba. Háromtagú zsűrink van, Szentgátszőlőhegyről Pakulár Sándor, Mucsfáról Antal József, és a Bonyhád Varasdi polgármester Csibi Zsolt. Három kritérium alapján pontoznak, a csapat összhangot, a kreativitást, ezt pontozzák egy részben, aztán lesz a kolbász íze és a kolbásznak a tálalása, most az idén bevezettük ezt is, hogy a tálalást külön pontozzuk, úgyhogy három díj lesz kiosztva igazából. A 200 fős rendezvényen íncsiklandó kolbász illat és remek hangulat uralkodott. Mi minden egyes falusi rendezvényen részt veszünk. Most már a harmadik éve a kolbásztöltőn. Először úgy volt, hogy a barátaim hívtak, most pedig jöttünk egy külön csapattal, de itt vannak a barátok is, akivel eredetileg kezdtük ezt az egész műfajt, és most pedig család, após, anyós, és másik helyi barátokkal álltunk össze, és alkotunk egy csapatot, és így készítjük a kis házi specialitást. Csibi Zsolt a jó fűszeres és pikáns kolbászt szereti. 1-10-ig pontozunk, ilyeneket, hogy asztaldísz, összefogás, kreativitást, persze a kolbász íze is a következő lapon, és ezekből adódik össze egy végeredménye. Arra voltam kíváncsi, hogy mennyire befolyásolja a zsűrit a saját ízlése a döntésben. Volt is pár az első mintánál is egy kis vitánk, persze mindenkinek más az ízlése, de szerintem ebből adódik össze a végeredmény. Kíváncsi vagyok ezzel a paprika nélküli kolbászra, láttam egyik csapatnál, hogy az milyen lesz, kíváncsi vagyok az eredményére. Mi ezen a fesztiválon kettőféle kolbásszal készültünk. Egy fehér kolbász van fönn a tárcsán, ami igazából úgy néz ki, hogy bors van benne, fehér bors, szegfű bors és só, tehát a paprika, ugye, ami a színező anyag, az hiányzik, és úgymond egy hagyományos piros kolbász, ami a hagyományok szerint készült.
Kezdők szerencséje? A tavalyi győztest kérdeztük a receptúráról, ekkor tudtuk meg, hogy a pár akkor töltött életében először. Tavaly a páromban ketten neveztünk be, egy családgyorsan, és egyik nagyon jó barátunktól kaptunk egy receptet, és azzal sikerült megnyerni. Nem gondoltuk volna, de így adták az égiek, hogy sikerült megnyerni ezt a díjat. A résztvevők az egész napos eseményt az esti bállal zárták. Fiatalkora ellenére már majdnem 5 éve a Parhant első embere. Ismerjük meg Dávid Témát emberközelből. október 20-án születtem Bonyhádon. A szüleim a Parhantra hoztak haza, pontosabban a falu Hanti részébe. A Vörösmarty utcában laktunk, a templom melletti házban. Úgyhogy a kiskoromat nagyon sokat a templomban töltöttem, mert a nagymamám sekrestyésként dolgozott abban a templomban, úgyhogy elég sokat voltam mellette, amikor éppen takarított, vagy egy-egy ünnepre készült. Úgyhogy a gyerekkoromat abban a részben éltük le, és 7 éves koromban költöztünk a szüleimmel az úgynevezett rózsadombra, amikor a testvérem született, és építettek egy új házat. Anyukám a tőzsgyökeres a Parhanti, apukám pedig Lengyelről származik. Anyukám a postán dolgozott sokáig, és a apukám pedig Komlón bányászként dolgozott. A Hanti óvodába jártam, az én időmben akkor még 2 óvoda működött a településen, és a tanulmányaimat pedig az Aparhanti általános iskolában kezdtem meg. Úgyhogy nagyon szerettem oda járni, nagyon kis kedves közösségnek voltam a tagja, nagyon szerettem az idegen nyelvet, a németet, illetve a fizika és a földrajz volt az egyik kedvenc tantárgyam, erre nagyon emlékszem, úgyhogy volt szerencsém versenyekre is menni, ahol jó eredményeket értem el. Aztán a Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumba kerültem, és mivel nagyon szerettem a németet, ezért német speciális tagozatra iratkoztam be, és ott érettségiztem le. Emlékszem, a gimnáziumi ballagáson úgy búcsúzott tőlem az igazgató, hogy a mindig mosolygós Dávid Timi, és ez valóban elkísér mindig, tehát sokan mondják, hogy jó rám nézni, hogy mosolygok. Igyekszem. Nagyon nagy dilemmám volt egyébként, nagyon nehezen döntöttem el, hogy milyen irányba is szeretnék menni, de a gimnázium évei alatt a matek és a történelem lett a 2 kedvenc tantárgyam, és így kicsit emiatt olyan helyet kerestem, ahol ez a 2 felvételi tantárgy, úgyhogy így kerültem a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemre. Az első munkahelyem Szekszárdon volt, akkor még Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központnak hívták, akkor ugye a 3 megyét koordinálta a Szekszárdi Központ, és itt helyezkedtem el egy TÁMOP nevű program keretében. Képzéseknek az elszámolásával foglalkoztam, és 3 évig dolgoztam ott. Utána megláttam egy álláshirdetést, Teverre kerestek az önkormányzathoz, adóigazgatási ügyintézőt, és nagyon felcsigázott ez az állásajánlat, szerettem volna egy kicsit a településemhez közelebb elhelyezkedni és dolgozni, és hát elmentem az állásinterjúra, és sikeres volt, úgyhogy ott kezdtem el dolgozni. Az akkori polgármester hívott fel, hogy nincs kedvem átjönni ide a Parhantra és helyben dolgozni, bár nagyon szerettem Tevelen dolgozni, és nagyon, nagyon nehezen búcsúztam el a kollégáktól, de végül igent mondtam, és akkor 2015. májusa óta vagyok itt a Parhanton. Nyilván ehhez azt szoktam mondani, hogy kell egy belső késztetés, hogy az ember erre rászánja magát. Egyszerűen úgy gondoltam, hogy tudnám ezt másképp csinálni, rengeteg ötletem volt, és úgy is gondoltam, hogy előtte egyébként munkát váltottam, és a harci önkormányzathoz mentem, és amikor kiírták a választásokat, döntöttem el, hogy akkor megpróbálok itt a Parhanton indulni
polgármesterként. Akkor még nagyon pénzügyes fejjel gondolkodtam egyébként, és abszolút kicsit lesarkítva is tekintettem erre a feladatra. Nagyon sokat változtatott egyébként a polgármesteri poszt a gondolkodásmódomon, hiszen azért egy település élete nem csak számokból áll. Tehát akkor csak azt láttam, hogy helyre kell hozni a gazdálkodást, kicsit átgondoltabban kell kezelni a pénzeket, és ezen szerettem volna változtatni, hogy mint pénzügyes gyakorlatilag ezt egy kicsit átformálni itt a településen. Aztán, amikor beleálltam a munkába, akkor azért rájöttem arra, főleg a járványhelyzet idején, hogy mennyire fontos a közösséget összekovácsolni, és most azt gondolom, hogy akár egy rendezvény szervezése vagy közösségi élet mennyire fontos egy település számára. És mennyire? Nagyon. Nagyon elképesztő erő van szerintem ebben. Tehát az, amikor az emberekkel találkozunk, és nyilván, ha egy kicsit be is vonjuk az önkormányzat életébe, megszólítjuk az embereket, annak óriási ereje van. Én azt gondolom, hogy nyitott vagyok a civil szervezetek iránt is. A településünkön a legnagyobb a sportkör, ugye az az egyetlen gyakorlatilag rendszeres szórakozási forma a településünkön, hogy az emberek kijárnak a hétvégi futballmeccsekre. Én azt gondolom, hogy abszolút jó a kapcsolatunk. Az elnök úr szokta mondani, hogy bár a Timi nem szereti a focit, de mégis abszolút mellettük állok. Ez például abban mutatkozik meg, hogy tényleg az önkormányzat támogatja őket, illetve segítek nekik a pályázati irányba. Ezt abszolút így magánemberként csinálom nekik. Sikerült is egy 2 millió forintos pályázatot nyerniük, úgyhogy például fűnyírót, mezeket és labdákat is sikerült nekik beszerezni. Illetve akikkel még nagyon szoros a kapcsolat, az a Tűzoltó Egyesület. Ők valami hihetetlen szerencsés csillagzattal rendelkeznek, mert 3 pályázatot is írtam nekik, ami nyertes is lett. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó a kapcsolat velük. Igyekszem, nyilván néha elmaradok a testmozgással, ez nálam egy gyenge pont, de szeretek spinningelni járni. Nagyon szeretem ott, hogy hangoszene mellett lehet tekerni, de akár a szabadban is szeretem ezt a sportot űzni. Hát szeretünk a párommal utazni, úgyhogy tavaly vett egy motort, amivel így elkezdtünk így ketten, illetve egy dombovári társasággal különböző túrákra menni. Ez egy teljesen új élményt hozott az életünkbe, úgyhogy ez. Nagy baráti társaságunk van, nagyon sokat időt töltünk egymással, 10 család szokott így összejárni, együtt is szoktunk utazni, úgyhogy nagyon intenzív kis életet élünk. Sajnos úgy alakult ez, hogy gyerekünk nem született, ez sajnos így alakult. Úgyhogy azt szeretném, hogy gyakorlatilag azt az életet, amit élünk, az tartalmasan teljen, és nyilván ez a munka nekem így nem csak munka, hanem örömet is okoz, úgyhogy szeretném, amíg lehet ezt csinálni. Egy kicsit tényleg olyan súlyként helyezedett a vállamra ez a gondolat, hogy azért tényleg újra nekifutni. Most már azért tudom, hogy ez mivel jár, és ez egy kicsit nyomasztó is. Viszont az elmúlt időszakban annyi szeretetet kaptam az emberektől, hogy az mindig egy kicsit visszatölt, és erőt ad a folytatáshoz. Nyilván ezen sokat gondolkoztam, hogyha bárhogy is alakul, én szeretném akár más módon is segíteni a települést, mert nekem ez fontos, tehát hogy nagyon remélem, hogy ha bármi is történik, akkor emelt fővel és nyugodtan állok fel innen. Önök a Tolnatáj Televízió Bölcségi magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Na,